Mindjárt meg is mutatjuk, hogy vannak olyan alapvető élelmiszerek, mert én a gyümölcsöt annak tartom, főleg ebben az időszakban, a járványban mindenkinek sok gyümölcsöt kell, vagy pontosabban kellene fogyasztania. Szóval vannak olyan gyümölcsök, aminek közel 100%-ban emelkedett röpke egy év alatt az ára. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel. Tyúkom mondja titrák, hogy kárgítjom édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de én egyre inkább azt érzem, hogy míg máskor egy heti nagy bevásárlás 25 ezer forintból kijött, most 30-35 ezerbe kerül, nagyjából ugyanaz. És nem a műszaki cikkekről vagy luxus termékekről beszélek, hanem az alapélelmiszerekről. Azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a legmagasabb az infláció, nálunk drágul leginkább az élet. Hová fajul ez? Kitörődik azzal, hogy mit teszik a nyugdíjas, vagy egyáltalán bárki, hiszen mindenkit érint, a nagycsaládosokat is, nem csak a nyugdíjasokat. Az árszint a fogyasztás a jövedelmi szintjéhez képest elképesztően magas, tehát legalább 3-4-szer akkora súllyal szerepel itt nálunk, mint mondjuk egy német háztartásnál. De mégis miért kerül az alma dupla annyiba, mint tavaly? És miért drágább a hazai gyümölcs, mint a külföldről több ezer kilométerrel ide szállított banán? Mégis ki az, aki nyerészkedik rajtunk, vásárlókon? Hogy mindezekre a kérdésekre választ kapjak, egy piaci ármustrára indultam, vagyis indultunk. Pica néni 71 éves, nyugdíjasként rendszeresen jár piacra. A fővámtéri vásárcsarnokot vettük be vele, és habár ez Budapest egyik legolcsóbb piaca, mégis kikerekedett a szemünk attól, amit láttunk. Egy kis spenót, egy kis sóska, sok az 1200 forint, nagyon sok. Brokkoli 1600-ért, karfiol 600 forintért. A friss áfonyából majdnem 3000 forint, míg a málnából 1790 forintba került egy kiló. Nem csak a bogyós gyümölcsöket kínálták horroráron. A szabolcsi alma néhány helyen a 800 forintot is elérte, míg a sárga dinnye 600 forintba került kilónként. És hogy mit mutat a statisztika? Az alma 95-tel, a szilva és az őszi barack 90-nel, a nektarin 80%-kal, a görög 60%-kal, a sárga dinnye pedig 48%-kal került többet tavaly augusztushoz képest. A körte ára 47-tel, a szőlő pedig 18%-kal emelkedett. Összességében a gyümölcsök ára 46%-kal nőtt. Sokkoló adat. Most már nem lehet kilószám vásárolni, hanem inkább darabszám. Egy kiló helyett két fűr, egy kiló paprika helyett három szem. Valahogy meg kell oldani. Meg kell oldani. Meg kell változtatni a szokásokat. Noha a gyümölcsöknél a legszembetűnőbb az ugrás, szinte mindennek az ára megemelkedett. A párizsi kolbászárak 18, a szalámi sonka árak 11%-kal nőttek. A tojás 10, a tej 8%-kal került többe, mint tavaly. De többet kell kiadnunk a lisztért is, ami 8, a kenyérért, ami 7%-kal, és a cukorért, ami 13-mal drágult. Egy kis nyugdíjasnak nem könnyű ezt kigazdálkodnia. Ica néni például alkudozni kezdett. Ezt én magamnak kitaláltam, hogy kezdtem a kukoricánál. És bejött. Mondtam, szeretném olcsóbban. Hosszasan rám néznek, esetleg egy-két szót váltunk. A hagyományos piacnak egyik lényeg, hogy beszélgetünk. És bejött. Nem csak ő próbált takarékoskodni, a pulzuskutató nemrég végzett felméréséből kiderült, a megkérdezett magyarok fele kevesebb gyümölcsöt vásárolt az idén, mint a korábbi években. Elmegyek a Lehelre, ahol régen munkások jártunk. És ott még nagyobb a differencia. Fehérvári piac, nem is megyek be már. Hát olyan árak vannak, hogy iszom. Itt is arrébb megy az ember, nem mindegy. Itt egyik helyen a paradicsom, másik helyen a paprika, és szét kell nézni, mert komolyan nagy differenciák vannak. A gyümölcsök nagyon drágák, a őszi barack, a szilva, minden. Dinnye is elég drága. És ilyenkor mit tud csinálni, mint akár házi asszonyként? Lehet valahogy spórolni? Hát nem nagyon. Mert most megveszünk mindent, amit lehet a vírus miatt, tehát nagyon sok zöldséget meg gyümölcsöt eszünk.
Egy személyes háztartásom van, tehát szeretem a zöldséget, gyümölcsöt. Látja, 80. évenben léptem, és tartom a súlyomat. Tehát nem változtattam. És van valami spórolási technika esetleg? Nézi az akciókat, követi az akciókat? Azt feltétlen, igen, igen. Minden áruházban mindig azt szerint vásárolok. Arra kérte Mica nénit, mutassa meg, hogy a gyakorlatban hogy működik az ő taktikája, vagyis a piaci alkudozás. Előre elárulom, itt nem volt nagy sikerünk. Szeretném kilóját olcsóbban kapni, mint ami ki van írva. Ahhoz mit tetszik szólni? Tessék. Mert el kell számolja. Ebből kaphat még 300 forintos kiló árban? Nem kizárt. Kizárt dolog? Hát nem, hogyha ki tetszik menni nagyban ide, de ott sem fog kijönni 300 forintban. Még a nagyban én sem megy. Még beugrót is kell fizetni. Uh-huh. Üzemanyag még rá, hogy ennél is drágább lesz egyébként. Uh-huh. Nem olcsó most egyébként. Nem több 100 forint van nekünk ebben rajta. Így alakult, nem lesz gyümölcsleves ebédre. Hát ez reménytelen. Az biztos, hogy itt nem tudok vásárolni. A kereskedők azt mondták, ők is drágábban kapják meg idén az árut, ha egyáltalán kapnak, ezért nem tudnak engedni az árból. A következő utam éppen ezért egy Szigetbecséhez közeli almaültetvényre vezetett, hogy megtudjam, mégis miért kerül legalább 600-800 forintba egy kiló alma. A munka itt éppen nagy ütemben zajlott, de hol van már a létra, na meg a jó öreg vödör. Milyen szép alma volt. Egy platformos autó tetején állva szedték le az idény munkások a fáról az almákat, akár csak a hímes tojásokat, olyan óvatos mozdulatokkal pakolták bele őket a ládákba. Így nem kell a létrára felállni, nem kell odébb húzni sem, és az egész napos cipekedés is kimarad. Fontos is a hatékonyság. Jelentős részét teszi ki az alma előállítási önköltségének a munkaerő. Ez nem csak a betakarítás, hanem az egész évi különböző ápolási munkák munkadíjai. Az ültetvényen Varga László gazda vezetett körbe, aki arról panaszkodott, évről évre egyre nehezebb munkaerőt találni. Aki pedig eljön napszámosnak, azt meg kell fizetni. 900 helyett 1200-1300 forintra szökött az órabérük alig pár év alatt. De mégsem ez a fő oka annak, hogy az egyik kedvenc gyümölcsünket aranyárban mérik. Alacsonyabb volt az éjszakai hajnali hőmérséklet, mint amit abban az állapotban a bimbó virágkezdemény vagy virág kibír. Úgyhogy ez jó néhány helyen, többek között itt nálunk is csökkentette a termés mennyiséget. Tehát ez már március végén, április hónapban bekövetkezett, és sok helyen el is döntötte azt, hogy már nem lesz. Ez tulajdonképpen a fagy. Mennyi, ez a tavaszi fagy. Ha ez nem lett volna elég, ezután jött a szárazság, amit már nem bírt a termésállomány. Magyarországon almából 700-800 ezer tonnát szoktak egy évben megtermelni, most körülbelül 350 ezer tonna lesz. De nem csak az alma járt így, az összmagyarországi gyümölcstermés is a felére csökkent a rossz idő miatt. Végső soron pedig tulajdonképpen ez, vagyis a kereslet-kínálat határozza meg az árakat, amelyek hiába emelkedtek. Ebből a termelők viszonylag keveset érzékeltek. Magyarországon a Golden Alma ma körülbelül 600 forintba kerül a boltokban. A termelő ebből maximum 120 forintot kap meg, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül ötöd részét, mint ami ennek a terméknek a piaci ára. Ennek oka részben az, hogy nagyon magas az áfa. Európa legmagasabb gyümölcs zöldség áfa szintje Magyarországon van a 27%-kal, Ausztriában 10%, Lengyelországban 5%. Nem csak az adó magas, a kereskedők is rengeteg hasznot fölöznek le. Míg Nyugat-Európában a fogyasztói ár 35%-át megkapja a termelő, addig itthon csak a 20%-át, mondja az agrárközgazdász. Raskó György szerint az alacsony megtérülés miatt nem érdekeltek a gazdák az ültetvények fejlesztésében, pedig a korszerűsítés a szeszélyes időjárás ellen is véd. Az öntözés, tehát szárazság ellen öntözés, egyébként fagy ellen is az öntözés tud védelmet, bizonyos mértékig ad védettséget. Másik a jégháló, tehát az, hogy megfelelő minőségű legyen a gyümölcs, frissen szedett gyümölcs, ahhoz bizony jégkár elleni védelem mindenképp szükséges.
Ezek a beruházások elképesztő nagyságúak, Magyarországon nincsen megtérülés. Késő bánat mondhatnánk, az árak végül annyira elszálltak, hogy az infláció is az egekbe szökött. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban Magyarországon értéktelenedett el leginkább a pénzünk. A grafikonon az is jól látszik, hogy míg az uniós országok felében növekedett, a másik felében egyenesen csökkent az infláció. Bödecs Anna másfél évvel ezelőtt költözött a franciaországi Lille városába. Itt a sárga dénye 2,5 euróért, ez itt kilósár, a görög dénye az most 4 euró, ez darabárban értendő. A citromnak 3,5 euró a kilója. Azt mondja, egyre inkább csökken a két ország élelmiszer árai közötti különbség. Beszéltem az otthoniakkal, ők beszámoltak arról, hogy az idő előre haladtával otthon is növekedtek az árak, és az a különbség, ami akkor még számottevő volt egy másfél évvel ezelőtt, az már nem annyira az jelenleg. Én itt árnövekedést a tavalyi év ezen időszakához képest nem véltem felfedezni. Az árrobbanás ugyanis leginkább a kelet-közép-európai régiót sújtja, azon belül is extrém módon Magyarországot. Miközben itthon bő 40%-kal drágultak a gyümölcsök, a közben a statisztika második helyén szereplő Csehországban csak fele ennyivel. Az egyik lehetséges válasz az az, hogy az import termékek árában megjelenhetett a forint árfolyamának a gyengülése. Az év eleje óta a magyar deviza nagyjából 10%-kal gyengült az euróval szemben, a cseh korona pedig körülbelül fele ekkora mértékben. Pont ez, vagyis a forint árfolyamának történelmi mélypontja nem sok jóval kecsegtet a jövővel kapcsolatban. A szakértők szerint a húskészítmények ára csökkenhet. Na de mi lesz a gyümölcsökkel? Jönnek a téli hónapok, amikor még inkább dominálni fognak az import gyümölcsök, a banán, a narancs, a mandarin, és ezekben még inkább meg fog jelenni a forint gyengülés hatása. Tehát hogy az import termékeken keresztül ez talán még erősebb lehet. Hát én árcsökkenésre semmiképp sem számítanék a gyümölcsök piacán a következő időszakban. Tárgítjom, édes tyúkom, elfogyott a fél pénzem. Egy dologban szerintem megegyezhetünk. Sokan szeretnék azt, hogy olyan mértékben emelkedjen a fizetésük, mint ennek az almának az ára, ami tavalyhoz képest a duplájába kerül. Ez azonban csak vágyálom, így nem tehetünk mást, mint átalakítjuk a vásárlási szokásainkat, alkudozunk, vagy nézegetjük az árcímkéket. A heti naplóban György Gabriella riportját látták.